A műszaki rajzolók, szerkesztők, épületek, gépek és gépészeti megoldások, műszerek, technikai eszközök ábráját készítik el, rajzolják meg részletesen, a belső szerkezeti elemek megjelenítésével. Ebből következhetne, hogy ez egy új keletű szakma. De nem. A leghíresebb műszaki rajzoló Leonardo da Vinci volt. Az első műszaki rajz időszámításunk előtt 2130-ból maradt ránk. Babilonban készült, és egy templom alaprajzát ábrázolja. A műszaki rajzolás fejlődését a geometria fejlődése határozta meg. Az évszázadok alatt finomodott a kétdimenziós, azaz sík térábrázolás, pontosabbak lettek az arányok, az ipari forradalom pedig nagy lendületet adott ennek a szakmának. A számítástechnika megjelenése előtt a műszaki rajzolók speciális és különböző vastagságú tustollal meghatározott szabályokat betartva végezték munkájukat, precízen, pontosan, sokszor állva egy nagy tábla előtt. A számítástechnika megjelenése és fejlődése ezt a szakmát is könnyebbé tette. Fizikailag is. A munka alapvetően nem változott, és a végeredmény is hasonló az évtizedekkel ezelőtt készült műszaki rajzokhoz. A műszaki rajzolói szakma az nagyot változott, tehát szerintem sokkal nehezebb volt akkor annak idején papírra rajzolni. Itt számítógépen, ha valamit elront az ember, rossz helyre húzza a vonalat, nem olyan vonalat húz, a méretezés nem olyan, amilyet szeretett volna, kitörli és mehet előről az egész, rajznál ez előről kellett kezdeni. Ott, ha valamit a végén elszólt az ember, akkor kezdhette előről. Viszont ez miatt, hogy könnyebb lett, rövidebb ideig tart egy műszaki rajzot elkészíteni, és ezáltal többet meg lehet csinálni. Ebbe viszont egy kicsit nehezebb lett, hogy magasabbak lettek az elvárások. Rövidebb idő alatt kell sokkal több munkát elvégezni, mint annak idején, 20 éven mondjuk a papír alapon kellett. A műszaki rajzoló szerkesztő önállóan vagy mérnöki irányítással dolgozik. Műszaki rajzokat, térképeket készít, mérések, mindenféle adatok és vázlatok szerint. Úgynevezett CAD programokkal, azaz számítógépen alapuló szerkesztő, tervező szoftverekkel dolgozik, melyek segítségével síkbeli műszaki rajzot, 3D alkatrészmodellt és 3D összeállítási rajzot készíthet. A műszaki rajzoló szerkesztő műhelyrajzokat és alaprajzokat csinál vagy készterveket javít. Ezzel építészeti és mélyépítési beruházások építését, átalakítását, karbantartását és javítását készíti elő. Az ő rajza alapján lehet megkezdeni a beruházást. Az adatokat, a terveket, a térképeket digitalizálja, sokszorosítja, ha kell. Illusztrációkat készít szakkönyvekbe, kiadványokba, gépek összeszereléséről és javításáról. Ahhoz, hogy valaki ezt a szakmát képviselje, sokféle dolognak kell együtt állni. Jó műszaki érzékkel hozzá, összefüggéseiben kell tudni látni a dolgokat, kell hozzá egy jó adag térlátási képesség, és alapvetően még én azt gondolom, hogy kitartónak is kell lenni, hogy ezt jól csinálni. A műszaki rajzoló szerkesztő munkájához elsősorban technológiai, műszaki érzék szükséges. Bár csapatban dolgozik, az önállóság is fontos tulajdonsága. A rajzok készítése precíz, pontos munkavégzést igényel, melyhez nagyfokú figyelemre van szükség. Mivel a tervrajzok egy térben létező tárgy rajzai, ezért a térbeli gondolkodás képességére is szükség van munkája során. Ezen kívül jó barátságban kell lennie a számokkal. Mivel a műszaki rajzoló szerkesztő a munkáját egy irodában végzi, az ártalmakat számára az ülő munkával járó egészségügyi kockázatok jelentik. A monitor pedig a szemet fárasztja el. Ezek szünetek tartásával, segédeszközök használatával kivéthetőek. Természetesen ez a munka is járhat stresszel, a határidők betartása, a feszített munkatempó és az állandó, fokozott figyelem miatt. Ahhoz, hogy valaki műszaki rajzoló szerkesztő legyen, jó látás és jó hallás kell. Mivel számítógépes munkáról van szó, a kéz és az ujjak épsége is fontos. A műszaki rajzoló sokat kell, hogy kommunikáljon munkatársaival, megrendelőkkel, üzletfelekkel, ezért az érthető beszéd is feltétel. Mozgássérültek is elláthatják ezt a munkakört akadálymentesített munkakörnyezetben. A műszaki rajzoló normál munkarendszerint dolgozik, de persze a beruházások fontossága a határidők betartása miatt előfordulhat hétvégi munka. Ez a foglalkozás végezhető rugalmas munkaidőben is, főként ha valaki saját vállalkozásban dolgozik. Általában kötetlen munkaidőben dolgozunk. Az a lényeg, hogy elkészüljön a munka, elkészüljön az a műszaki rajz. Ha ez este 8 órakor kell csinálni, vagy szombaton, vasárnap, ahhoz, hogy hétfőn a határidőre, kőkemény határidők vannak,
le lehessen adni, akkor kell dolgozni. Amikor nincsen annyi munka, akkor ez egy kicsit lazább. Meglévő szabályok szerint kell ezt a szakmát használni, kevés kreativitást igényel, viszont azokat a szabályokat, hogy ha ezt jól akarod csinálni, akkor ezeket a szabályokat be kell tartani, és következetesnek kell lenni. Ha valaki műszaki rajzoló szerkesztő szeretne lenni, érdemes elvégeznie a számítógépes műszaki rajzoló részszakképesítést. Ehhez általános iskolai végzettséggel kell rendelkezni, és be kell tölteni a 16. életévet. A számítógépes műszaki rajzoló szakképesítés iskolarendszeren kívüli képzésben, tanfolyami keretek között 480 és 720 óra között végezhető el. Ezzel a szakképesítéssel kivitelező rajzoló, műszaki rajzoló, számítógépes tervrajzoló és szerkesztő rajzoló munkakörökben lehet elhelyezkedni. Rokon foglalkozásnak számít a grafikus és multimédia tervező. A statisztikai adatok alapján ezzel a végzettséggel havi bruttó 180 és 225 ezer forint között lehet keresni, és ezzel bizony jó kereseti lehetőségű szakmának számít. Ha valaki saját vállalkozásban végzi ezt a munkát, akkor lehetőség van magasabb havi összeg megkeresésére is. Az utóbbi időben igen kedvelt lett ez a szakma, ezért a versenyben maradásért érdemes valami speciálisabb tudásra is szert tenni. Egy pályakezdőnek azért javasolnám ezt a szakmát, mert nagyon jó lehetőségeket biztosít az iparban való elhelyezkedésre, illetve a versenyszférában való elhelyezkedésre. És én azt gondolom, hogy viszonylag egy könnyű szakma, tehát nem kell fizikai tevékenységet folytatni. A műszaki rajzolói szakmát én leginkább a reál tantárgyakban érvényesülő embereknek, gyerekeknek tudnám ajánlani, és főként azoknak, akik a térbeli látást előtérbe tudják ezni, tehát vissza tudják vetíteni a háromdimenziós képet két dimenzióra. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.